brit tudósok megalapították, hogy 10 emberből 4 az hat az idegekre. A sok légből kapott okoskodás semmire kellő infóna, de hol van már a pontos forrás? Mert hát hiába, ha nem volt tanunk, az információ egy oldalú. Állítani lehet bármit, de minek, hogyha nincs értelme. A hangzatos egyből ámít, de fogadjuk már kétkedve, hogy ufók loptak el egy zetort, meg hogy erős püstától zombik keltek életre. A sok emberi hülyeség hallatán csak bámulok magam elé elképedve. Annak se higgyünk, aki azt mondja, hogy nincs új a nap alatt. Ugyan fejjel megyünk neki, de döntögetjük a falakat. Ez még csak nem is szűk látókör, ez csak egyetlen perspektíva. Mert hát nincs rossz ötlet, és semmi sincs kőbevésve, csak mert egyszer le lett írva. Mindig és mindenhol ott van az a kövér halmaz, aki kritikát gondolkodás nélkül olyan könnyen megfogalmaz. Olykor engem is megkísért a caps lock, meg a komment szekció, mert bizony mindig mindenkinél okosabbnak lenni jó, de mire ez a végtelennek tűnő hatalom, ha képtelen vagyok uralkodni? Magamon. Ne foglalkozz azzal, aki játssza a cowboyt. Nem kérdezés egyből lő, mert az csak egy vízipisztoly, meg egy gyerek megőrző. Az sem jobb, ha az illető békésnek tűnő őslakos, ha megtörhetetlenül hiszi, hogy a föld lapos. Vannak, akik büszkén állítják, hogy ők találták fel a világot, de a dicséret olyan, mint a szex. Jobb, ha nem magadnak csinálod. És én sem lennék mentálisan egyből Mengele, ha kinyilatkoztatás helyett mindenki egy percre eltöprengene. A sok okoskodást hallgatva, mint József Attila, gondolok én is a mamára. Mondjuk nem az enyémre, de akinek kéne a lapot nem veszi, más meg az inget magára. Mert hát elbeszélünk egymás mellett. Elvek jönnek, elvek mennek, rendszerekbe rendeződve, ideák sorra mennek csődbe. Tömeggyártott egyediség, minden gondolat tucat termék, ne azt szajkózz, amit mások, ne nyomasszanak az elvárások. Minden gondolatod legyen saját, de hallgass meg a másik szavát. Hisz jó tanuló, holtig papol, csak hát senkit sem érdekel. Ma már senkit nem lehet meggyőzni holmi tudományos érvekkel. Megérdemeljük a sorsunk, hiába ez nem is hitás. Meg vannak számlálva a napjaink, de az élet diszkalkúliás. A tudás hatalom, és bár nem ezt sugallja a tévé, csak józan paraszti észkel, és minden hatalom van népé. Szóval, ha van egy jó ötleted, gyerünk, állj csak bele! Hisz a gondolkodás szexi és a bátorság jele. Soha nem vagy egyedül, csak indulj el megfontoltan, és segít majd neked is a Citizen Science Mentor program. Nyújtanak majd segítő kezet, ami vezet, hogy ki tud aknázni azt a veszett nagy eszed, ha csábít a tudás és a támogatás ígérete, befogad majd téged is a Transzdisziplináris Kutatások Intézete. És kutathatsz majd kedvedre, ne legyél már szégyellős, végre szabad lehet a benned rejlő tudós, hisz a tudománynak szüksége van rátok, ti zseniális foteltudós forradalmárok. Brit tudósok megállapították, hogy 10 emberből 4, az 6. De a 7. te magad légy.